Sziasztok! Hát igen, ahogy a címből is kiderült, ez egy sminkes videó lesz, bár az én csatornámon ebből a fajta videóból nagyon kevés van, sőt, talán egy vagy két ilyenféle témában hoztam egy-két videót. Ennek az az oka, egy, hogy nem vagyok profi sminkes, kettő, nincsenek profi termékeim, és három, nem igazán szokom magam sminkelni. Ennek az az oka, hogy én nagyon izzadós vagyok, úgyhogy csak egy kis make-upot, egy kis alapozót dobok magamra, és ha megyek valahova, akkor egy kis rúst. Szempillám általában szok lenni, viszont most ne nézzétek, mert már nagyon kihullott, de már a héten talán megyek, és a szemöldökömet is legyantáztatni. Nem igazán szokok itthon hozzányúlni, mert már nem egyszer előfordult, hogy igen, elcsesztem, bár ki van tetoválva, úgyhogy ezen már nagyon nem tudok mit elcseszni, viszont már ezt is újra kéne húzatnom, hát remélem, hogy az idén erre is sor kerül, úgyhogy hát ha érdekel benneteket ilyen sminkes videó, akkor maradjatok itt a csatornámon. Élem, nem nagyon fog benneteket ez zavarni, de nekem itt megy a ventilátor, mert nagyon-nagyon ilyen párás levegő van, úgyhogy muszáj volt, hogy bekapcsoljam, mert nagyon melegen van. Remélem ez a videóban nem annyira hallatszik, úgyhogy elnézést kérek érte. Bár már nekem is a szemeimet kezdi kifújni, kezdek könnyezni tőle, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit ki is kapcsolom. Na de, térjünk rá a lényegre. Van itt nekem két alapozóm, viszont leggyakrabban nem ezeket szokom használni. Viszont a videóban most őket fogom, mivel a Dermacol, amit minden nap szokok felvinni a bőrömre, az most elfogyott, és még nem szereztem be a következőt. És egyébként elárulom nektek, hogy itt az egyik, hát ilyen kozmetikai üzletbe szokom, drogériába jobban mondva, vásárolni a 22-es szint, és nagyon sokszor nincs. Úgyhogy valamikor vagy a 23-asat, vagy a 21-eset kell, viszont a 21-es az már túl világos, a 23-os meg már túl sötét. Úgyhogy ezek az alapozók mindig vannak itthon, úgyhogy ezeket is szokom persze használni, de leggyakrabban azt a Dermacolt. Ezekkel őszintén megmondom, hogy én nem igazán vagyok kibékülve. Ez az Essence-es azt írja, hogy 16 órát kitart. Hát nem igazán, úgyhogy ezt viszem fel először, és ezt a Maybelline-est utána, mert szerintem ez sokkal tovább kitart, mint ez. Én kézzel dolgozom, ezeket az alapozókat leggyakrabban kézzel szokom felvinni az arcomra. Nem szeretem ezeket a szivacsokat, mert én nem tudom annyira szépen eldolgozni vele. Úgyhogy én ezt csak simán így felkenem. Majd hagyom, hogy egy kicsit megszáradjon, és utána fogom ezt a Maybelline-est felvinni. Persze rakok ide a szemhéjamra is, szem alá, homlok, ide a nagy tokámra is. És miután ezzel az Essence-essel végeztem és megszáradt, utána viszem fel ezt a Maybelline-t, szintén ide a kezemre nyomok egy kicsit, és majd eloszlatom az egész arcomon.
Miután végeztem az alapozással, akkor kétféle púdert szokok használni, mind a kettő eszenszes. Van itt kompakt púder, ez ilyen, ez is mattos, és ez a bronzosító. Én ezzel a kettővel szokom rögzíteni az alapozót. Először ezt a kompakt púdert szokom felvinni, mert ez világosabb, és utána a bronzosítót. Is, de ezt legutoljára szokom hagyni a sminktől függően, mennyire csillogjó, de után jöhet egy kis korrektor a szem alá. Ezt a Mi Sportisat használom, mindig olyat veszek, amelyik van akcióba. Egyébként nem igazán vettem észre, hogy ez valamit is segítene. Ezek a táskák nekem innen soha nem tűnnek el. Vehetek akármilyet. Mindennel meg vagyok, akkor föntről fogok haladni lefelé. A szemöldökömet itt a csíknál egy kicsit kiszokom igazítani, itt alul is és fent is. Mutatom, hogy mivel. Veszek egy ecsetet, és van nekem még az Avonból ez a, hát ilyen filctól, de nem szokom az egészet kihúzni, hanem az ecsetet bekenem vele, és úgy fogom kihúzni itt csak az alját és fent.
aztán rakok egy kis highlightet a szemhéjamra. Kész vagyok, akkor rakok ide a szemhéjamra egy kis szín. Van ilyen Juli Rose Cosmetics, nem kínai, itt az egyik kozmetikai üzletben vásároltam. Még nem tudom, hogy melyik szín legyen, de talán ezt fogom választani. Ezt a kettőt fogom szerintem kombinálni. Nem szeretem a túl sötét színeket, meg az sem, ha túlságosan csillog, úgyhogy szerintem ez a kettő lesz. Stop running now. With you, I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah. I'm in love with you in every way. That joy you give me every day makes me forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet. Then I see your face. I never knew you could love someone like me. You climbed my tower and you set me free. I never, never, never know. No, hát nálam ilyenkor szok jönni a tusvonal. Viszont őszinte leszek veletek, nem használok tust, abszolút. Mivel mindig elkelem, vagy nem sikerül, úgyhogy újra le kell törölnöm az egészet ilyenkor. Úgyhogy én ezzel, ugyanazzal, amivel kihúztam a szemöldökömet, ugyanazzal fogom csak itt egy kicsit kihúzni, és alul abszolút nem húzom ki, mert nekem annyira széthúzza a szemeimet, hogy nekem nem áll jól, úgyhogy azt nem szeretem. Ezzel az Avonos, ugyanez a ilyen filccel, ezzel fogom itt a szemhéjamat egy kicsit kihúzni. Viszont ugye, ha vannak pilláim, akkor fölöslegesnek tartom. Free. I never, never, never know. Felt like this before. I never, never, never know. Felt the love like this. I never, never, never know. Felt like this before.
természetesen ez annyira nem látszódik, mivel barna, és tényleg csak itt egy kicsit a szemhéjamnak a végét húztam ki, és most teszek egy kis spirált, hogy látszódjanak egy kicsit a szempilláim. Tudom, hogy ennek a kozmetikusom nem igazán fog örülni, de nézd el nekem, Pili. Hát nagyon szerettem ezt az Avonos Lash 5 az 1-ben szempilla spirált, viszont úgy nézem, hogy ebben már nem sok minden van. Nagyon régóta nem használtam, mivel ugye filláshoz járok, úgyhogy csak egy kicsit így átfésülöm vele. Na hát nem maradt más hátra, mint a rúzs. Még mindig ez a kedvenc, a Dermakolnak ez a 16 órás Lip Coral Matt rúzsa. Ugye felviszed a rúzst, majd a fixálót, és úgy kell este levakarnod. Én mindig elgondolkodok azon, hogy inkább a szemeimet, vagy a számot emeljem ki jobban. Nem szeretem a túl rivalkodó sminket. Ja, és még azt elfelejtettem nektek mondani, hogy a negyedik ok, amiért nem is sminkelem nagyon magam, az láthatjátok, hogy már most hogyan könnyezik a szemem. Úgyhogy már amikor kentem fel a rúzst a számra, már alig tudtam nyitva tartani a szemeimet. Sőt, nem a szemeimet, hanem inkább erről van szó, a bal szememről. Úgyhogy egy-két perc után aztán átmegy rajtam, de sokat szok könnyezni. Na, mindegy is. Úgyhogy szerettem egy kicsit a rúzzsal megnagyobbítani a számat, és inkább a számra a hangsúlyt fektetni, mint a szemeimre. Nem szeretem, hogyha a szemeim túl csicsásak. De ne felejtsük el, hogy maradt még itt termék, úgyhogy most már jöhet a highlighter, aki tudom bontani.
egy kicsit az orromra, lehet, hogy túl sok is lesz, de azt mondják ugye a kozmetikusok is, meg a profik is, hogy ebből nincs olyan, hogy túl sok. De nagyon csillog az orrom, úgyhogy na. Szerintem így elég is lesz. És jöhet a fixálló, az Essence-esnek a matt fixálóját használom. Becsukom a szemem és hármat fújok. Készen is vagyunk. Ugye, ahogy említettem nektek, én profi sminkes nem vagyok, sőt, ennyit tudok magamból kihozni, na nézzétek meg, már beszélni sem tudok. Úgyhogy egyébként nekem tökre tetszik, és a videóban nem is látszik, hogy ki vagyok festve, pedig ez már sok is, mint amit szokok magamból kihozni. Úgyhogy minden nap a szememet nem igazán szokom festeni, rúst hamarabb dobok fel, és hát ugye, ha vannak pilláim, azért azok feldobják az arcomat. Remélem, hogy azért tetszett nektek ez a videó. Sűrűn e-fajta jellegű videókat nem nagyon fogtok látni a csatornámon, viszont szeretnék kedveskedni nektek sok-sok-sok újdonsággal. A héten biztos, hogy lesz egy aktuális kedvencek, és majd sok más videó is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat is, és majd találkozunk. Sziasztok!